Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket. Sokunk számára nagyon szép és fontos nap ez a mai. Pár perce megnyitott a kapu itt a nagy közönség számára a Karcag Center első egysége, amivel egy Pepco áruház kapott helyet. Felemelő érzés ezt kimondani és látni. Egy komoly, összehangolt csapatmunka eredményeként jutottunk idáig, amiből minden résztvevő és érintett maximumot nyújtva kivette a részét. Sikeresen kezeltük a kezdeti jogi ügyleteket, megálmodtuk és papírra vetettük az egykori bőrfeldolgozó átalakítását, és 3 hónap alatt elvégeztük az átalakítási munkálatokat. Mindezt szimbiózisban a polgármesteri hivatal munkatársaival, akik helyismerete és segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a projekt. A bőrfeldolgozó anno egy sikertörténet volt, működése során sok családnak adott munkát és megélhetést. Bízom abban, hogy a megújult épület falai között mi is folytatni tudjuk a hagyományokat és szerves részét képezzük majd Karcagváros életének. Még egyszer nagyon szépen köszönöm minden érintettnek odaadó munkáját. Ezen szeretném felkérni a polgármester urat, hogy néhány szóban nyissa meg az üzletházat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes átadó megnyitó ünnepségen. Ahogy a példa mutatja, olyan érdeklődés volt már itt, hogy a közönség egy rohammal bevette a Pepco áruház lejáratát és az egész üzlethelyiséget. Tisztelt jelenlévők, valóban a Cipőipari Kft.-hez volt itt valamikor réges-régen, és nagyon sok szép dolgot készítettek itt, nem csak a városnak, hanem az ország minden részére. Emlékezhetünk még a Orcsia cipőkre, sportcipőkre, stb. Egy picit visszatekintve, amikor ez megszűnt magántulajdonba került az épület, az ingatlan, és egyszer csak felbukkant egy vállalkozó szellemű fiatalember Balla Zoltán úr személyében, aki úgy döntött, hogy életet lehel ebben az épület együttesbe, fantáziát látott benne, és kérte, hogy segítségünk kell egyetemben az elképzeléseit sikerrel valósíthassa meg. Támogassuk ebben. Természetesen az önkormányzat minden olyan kezdeményezést támogat, ami a város fejlődését segíti. És így első lépésben a Karcag Center épület együttesében, ami körülbelül 1000 négyzetméter nagyságú, elkészült az üzletház első traktusa, a Pepco áruház. Ahogy tudjuk, az információk alapján itt már rögtön 8 munkahely teremtődött ezzel. Én biztos vagyok abban, hogyha az épületegyüttes többi része is megnyitja kapuit, akkor még több munkahely keletkezik. És abban is reménykedünk, sőt biztosak vagyunk abban, hiszen a Balla Zoltán hitvallását ismerve bizonyára egy nagyon-nagyon színes és a város kereskedelmét elősegítő épület együttes üzletház lesz ezen a helyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kivételesen most nem önkormányzati beruházást adunk át és nyitunk meg, ettől függetlenül büszkék vagyunk arra, hogy vannak ebben az országban, itt településünk és olyanok, akik örömmel vesznek részt a város fejlesztésében, hiszen ez is ahhoz tartozik. Itt a piac mellett ez egy kereskedelmi centrummá alakulhat át, és reményeink szerint a piactér tovább fejlesztésével egy egész szintpumpás kis kereskedelmi központ alakulhat ki. Örömmel teszek részt a megnyitó ünnepséget, köszönöm a lehetőséget, és természetesen minden vállalkozó szellemű befektetőt arra sarkallok, hogy keresse meg Karcagot, hiszen itt az önkormányzat támogatásával könnyedén tud a elképzeléseinek valóságot ölteni. Reméljük, hogy
Balla Zoltán úr, mint tulajdonos, is meg lesz elégedve, és hosszú-hosszú évtizedeken keresztül fogja tudni üzemeltetni ezt az üzletet. Szerint hölgyeim és uraim, javaslom, hogy vágjuk át a szalagot jelképesen, hiszen valóban már megtörtént a üzlet elfoglalása, de itt van rendjén. Gratulálok a befektetőnek, egyébként nagyon komoly összefekszik ebben a befektetésben körülbelül 150 millió forintos beruházás, ami hitelből és önerőből került, alakult ki. Sok sikert kívánok Balla Zoltán úrnak még egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Vágjuk át akkor. Köszöntöm nézőnket, Balla Zoltánnal beszélgettünk, hiszen a Karcag Center megnyitott ma. Mi is ez a Karcag Center üzletház? Hát ez első karcagi beruházásunk, ez egy üzletház, alapvetően 3-4 üzlettel. Ennek az első gyöngyszeme üzlete nyitott ma a mai nappal meg, ez a Pepco áruház. Előreláthatóan az év folyamán még további 2-3 üzlet megnyitja kapuit. Várunk egy nemzetközi márkát, aki egy további 400 négyzetméter bérlésére jelentkezett, illetve tárgyalunk néhány helyi vállalkozóval, akik pedig kisebb alapterületi üzleteket szeretnének bérbe venni. Úgy tudom, hogy itt akkor 4 üzlet fog megnyílni, hogyha mindegyiket sikerül bérbeadni. Igen, előállhatóan 4, hogyha nem sikerül a 400 négyzetmétert egybe bérbeadnunk, akkor azt megosztjuk, és akkor egy 150-es és egy 250 négyzetméteres alapterületi üzlet kerül megnyitásra. Ahogy elkezdődött a megnyitó beszéd, itt közben megnyitott az üzlet 8 órakor, és tényleg tömeg indult el. Reméljük, hogy így lesz ez minden nap. Bízunk ebben, ne felejtsük el, hogy ma piacnap van, és ez egy héten csak 3-szor van, de bízunk benne, hogy egy kultúrát bevásárlási lehetőséget biztosítunk a karcagiak számára hosszú távon. És hát azt gondolom, hogy itt a piac közelségében nem csak a tömeg, aki most megindult, hanem az is egy nagyon fontos, hogy egy kultúrát parkolót is kialakítottak az üzletháznál. Igen, igyekeztünk megfelelő számú parkolót biztosítani mind az üzlet látogatói, mind pedig a környék lakói, illetve a piacra érkezők számára is. Szeretném kiemelni külön, hogy ha jól emlékszem, 23 állásos kerékpárparkolónk is van, ami a környéken azt hiszem, hogy eléggé unikumnak számít. Itt azért mondjunk el egy picit tájékoztatósul nézőinknek, hogy megváltozott egy picit a forgalmi rend is a Dériné utcában, hiszen a piac felől lehet, a Kertész József utca felől lehet behajtani az üzletközpontba, és a Dériné utca felől lehet kihajtani a Kacsó utcára. Igen, jól tájékozódottak. A Kertész József utca felől lehet behajtani magába az üzletközpontba. Egy egyirányosítós forgalmi rend van, ami a Dériné utca felé egyirányú. Ott van egy kihajtásunk, ahol kötelező haladás irányként jobbra lehet fordulni, majd a Kacsó-Pongrácz utat elérve mind jobbra, mind balra lehet fordulni. Reméljük, hogy sokan jönnek, és akkor abban is bízunk, hogy még akkor idén beszámoltunk arról, hogy újabb üzletek érkeztek a Karcag Centerbe. Köszönjük szépen, jó kívánságot, és a következő alkalommal emiatt találkozzunk. Önöknek pedig jó munkát és sikeres tárgyalásokat kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen mi is.